ismét lehet használni az egészségügyi kártyákat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tegnap délután közölte, üzembe helyezték az egészségbiztosítási kártyák számítógépes rendszerét. Július 10-én közel egy hónapja mondta fel a szolgálatot a Cséniászé, azaz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által működtetett rendszer, megnehezítve a házi orvosok, gyógyszertárak helyzetét. Az utóbbi időszakban az egészségügyi szolgáltatásokat, a gyógyszer és orvosi segédeszköz offline módban hagyományosan papíron tartották nyilván. Jó Rikádan Csilla miniszterelnök két hete menesztette tisztségéből Rözván Vulkaneszkut a pénztár vezetőjét, helyébe Vasili helyezték az egészségbiztosító élére, aki aki volt a cséniászi vezetője. Ugyanakkor a kormányfő ellenőrzést rendelt el az intézménynél. A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte az országos egészségbiztosítási pénztár problémáinak kezelését, és úgy értékelte, hogy az egészségbiztosító magatartása lenéző az orvosokkal és a betegekkel szemben. Az egészségbiztosítási kártyák számítógépes rendszerét az egészségbiztosító tegnap helyezte ismét üzembe, és a karbantartására megkötendő szerződés aláírásáig egy az egészségügyi rendszer szakemberéből álló csoport végzi az informatikai hálózat működésének felügyeletét.